A mai videóban ezt a terítőt fogjuk elkészíteni, ami asztal középnek is tökéletesen megfelel. Így néz ki. Hogyha úgy érzed, hogy tetszik és velem tartanál, akkor gyere és csináljuk meg együtt. Kezdjünk is hozzá, amire szükségünk lesz, egy gombolyag fonál. Én most egy kicsit vastagabb fonalat választottam, szerintem ez 150-es. És ehhez egy 2 mm-es horgolótűt fogok használni. A minta pedig úgy készül. Elkészültem a 73 darab láncszemmel, és most elkezdjük elkészíteni a minta alapját. Itt, ahol végeztem, lefogom a láncszemet, emelek felfelé 3 darab láncszemet, ugye ez lesz az első egy darab egyrajtásos pálca, ez ennek a láncszemnek lesz az egyrajtásos pálcája. Ezért a mellette lévő szembe fogjuk készíteni az első igazi egyrajtásos pálcánkat, ez így lesz a második, majd jön egy harmadik, egy negyedik, ötödik, hatodik és egy hetedik. Ebben a mintában a hetes szám az egy eléggé mágikus szám, mert mindenhol úgymond 7 darab láncszem, 7 darab egyrehajtásos, 5 és a 3 fog benne erőteljesen megjelenni. Most itt készítek 2 darab láncszemet, a köztes részekben mindig 2 darab láncszem lesz, alul kihagyok 2 darab láncszemet, és a harmadikba leteszek 1 darab egyrehajtásos pálcát. Így. Megint készítek 2 darab láncszemet, és megint jön 1-2, a harmadik láncszembe készítek 1 darab egyrehajtásost. Megint 2 darab láncszem, és a harmadikba 1, 2, 3. Egy darab egyrehajtásos pálca. Így haladok teljesen a sor végéig, vagyis pontosabban nem a sor végéig, mert az utolsó 6 darab láncemet fogom kihagyni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ide én be fogok tenni egy jelölőt, méghozzá azért csak 6 darab láncemet hagyunk ki, mert amikor elkészítjük az utolsó 2 darab láncem és egy rajtásos pálcát, az ide fog kijönni a végére, és ezzel fog elkezdődni nekünk itt a 7 darab egy rajtásos pálcának az első darab egy rajtásos pálcája. Szóval a folyamat ugyanez, 2 darab láncem, alul kihagyok 2-t, és a harmadikba lehurkolok egy rajtásos pálcát, és így haladok teljesen a sor végéig. Ide érek az utolsó 3 darab láncszemhez, és most elkészítem itt az utolsó egyrehajtásos pálcát, majd ezután kiveszem a jelölőt, és innentől kezdve még jönni fog nekem 6 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3, 4, 5, és az utolsó, 6. Jelenleg így nézünk ki, mindkét oldalon 7-7 darab egyrehajtásos pálca, majd közte egy ilyen futó láncem sor, ami közt 2 darab láncem van. Emelek felfelé 3 darab láncemet. 1, 2, 3, fordulok, és ide is egyrehajtásos pálcákat fogok készíteni, mégpedig ezt az elsőt kihagyom, mert ugye ez ennek a folytatása, és ide rögtön le a tőbe készítek még ezen kívül 6 darab egyrehajtásos pálcát. Ez nagyon fontos, hogy itt semmiképp sem legyen plusz. Ez nagyon-nagyon fontos lesz a későbbiek során is. Nem lehet benne plusz. Összesen 7 darabnak kell lenni.
2, 4, 6, 7, így van. Emelek felfelé 2 darab láncemet. És itt a kezdeti sornál jönni fog egy olyan, hogy itt rögtön most kihagyok egy lukat, itt a tőnél, és a mellette lévő lukba először készítek 3 darab egyrehajtásos pálcát. 2, 3, a negyediket elkészítem ennek a tetejébe, lesz a 4, és a mellette lévőbe közvetlenül még plusz 3, ez is összesen 7 darab lesz. Mint mondtam, a 7 az igen mágikus számít, úgyhogy ez a 7 darab egyrehajtásos pálca így fog kijönni egymás mellé. Így. 7 darab. Majd jön 3 darab láncem, 1, 2, 3, és lehúrkolom, ezt a részt kihagyom, és ide, ebbe a közép részbe lehúrkolom, megint jön felfelé 3 darab láncem, ezt a részt kihagyom, és ide a mellette lévőbe megint kezdődik a 7 darabos egyrehajtásos pálca, ami úgy néz ki, hogy 3 darab az egyik lukba, középsőbe 1 darab egyrehajtásos, és megint 3 darab a másik lukba. 1, 2, 3. Megint jön 3 darab láncszem. 1, 2, 2, 3. Kihagyok egy teljes lukat, a mellette lévő egyrehajtásos pálca tetejében lehúrkolom, és 3 darab láncszem. És így folytatom egészen idáig a végéig, majd jön megint 7 darab egyrehajtásos pálca. Végéhez értem a sornak, itt ne felejtsétek el, hogy az utolsó luknál 2 darab láncem kell. 3 láncemet emelünk felfelé, megfordulok, második láncembe készítek 1 darab egyrehajtásost, majd a következőt, és itt úgy szintén 7 darab egyrehajtásos pálcát fogunk elkészíteni. Összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, így van. Mindig figyeljetek arra, hogy biztosan 7 legyen. 2 darab láncem, és 1 darab egyrehajtásos pálcát fogok ide letenni. Nem, ezt végighorgolom, bocsánat, egyrehajtásosokkal, teljesen végigmegyek a tetején egyrehajtásossal. 3, 4, 5, 6, 7, majd a köztes részben 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5. Így visszaállunk majd erre a négyzet részre, mivel hogy itt alapjáraton 2 láncem, 1 láncem, 2 láncem van, és ezért fölötte 5 darab láncemet kell emelni. Majd megint jön 7 darab egyrehajtásos pálca a túloldalon folytatólagosan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, a köztes részben megint 5 darab láncem, a 7 egyrehajtásos fölött 7 darab egyrehajtásos, 5 darab láncem, 7 egyrehajtásos, 5 darab, és így tovább. Végére értem a sornak, most pedig ki fogjuk tölteni ezeket a részeket. 3 darab láncemet emelek felfelé, fordulok, és úgy szintén, ugye nem az elsőbe, hanem a másodikba elkezdem az egyrehajtásos pálcákat, összesen 6 darabot.
Így, ezzel összesen megvan a 7 darab egyrehajtásos, majd jön 2 darab láncem a szokásos módon, és egy darab egyrehajtásost át fogok hurgolni ide, majd jön 3 darab láncem, és megkeresem a közepét ennek a 7 darab egyrehajtásosnak. 2-3, itt a negyedik láncem lesz a közepe. Majd megint jön 3 darab láncem, és ide is készítek egy darab egyrehajtásost. Köztes részben 5 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3, 4, 5, majd jön ez ide megint egy darab egyrehajtásos. Jön 3 darab láncem, megint megkeresem a közepét, 1, 2, 3, 4. láncem, 3 darab láncem, és jön ide egy darab egyrehajtásos. És jön 5 darab mellé. 1, 2, 3, 4, és 5. És ide az első láncszembe, ide megint csak jön egy darab egyrehajtásos. És így jön össze itt is, hogy 7 darab egyrehajtásos pálca legyen. Jönnek ezek a húrok részek, és így haladunk egészen a végéig. A végén ugye itt 2 darab láncszem, és 7 darab egyrehajtásos pálca. Végére értem a sornak, most készítek felfelé megint 3 darab láncszemet, fordulok egyet, és jönnek megint az egyrehajtásos pálcák, összesen 7 darab. A 3 darab láncemmel együtt megvan a 7 darab, majd jön megint 2 darab láncem, 1 darab egyrehajtásos, ide az egyrehajtásos tetejébe, és ide jön megint az 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 4, 5, amit egyrehajtásos pálcával fogok lehurkolni ide. És innentől kezdve jön megint 7 darab egyrehajtásos. 2, 3, 4, 5, 6 és 7. A kettő közti részbe jön megint 5 darab láncem, 4, 5 és jön megint a 7 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, így, megint jön 5 darab láncszem, 2, 3, 4, 5, és lényegében az, amit a legelején kezdtünk, itt ez a sor, ez fog ismétlődni. Most megint ide fog jönni majd az emelés, aztán 7 darab egyrehajtásos. Ez a V alak, 7 darab egyrehajtásos, V alak, 7 darab egyrehajtásos. Végére értem a sornak, emelek felfelé 3 darab láncszemet, fordulok egyet is, megint folytatódik tovább. Ugyanez a folyamat. 6 darab egyrehajtásos pálca, 3 darab láncem a kezdet, azzal együtt 7. Végére értem a sornak, most készítek megint felfelé 3 darab láncemet, fordulok, jön a szokásos egyrehajtásos pálca, összesen a 3 darab láncemmel 7. Majd 2 darab láncem, egy, kettő,
belehurkolok ide, ez lesz ugye a kezdeti pont, ezután ebbe jön 5 darab egyrehajtásos, 1, 2, 3, 4, 5, az utolsóba úgy szintén 1 darab egyrehajtásos, 3 darab láncem, és 1, 2, 3, a negyedikbe lehúrkolok, megint jön 3 darab láncem, és megint ide lehúrkolok az utolsóba. Ezután jön megint 5 darab lánc, egyrehajtásos pálca, és megint az utolsóba 1 darab egyrehajtásos. 3 darab láncem, lehúrkolom középre, és 3 darab láncem, és jön egy darab egyrehajtásos. Innentől kezdve igazából ez a minta folyamatosan ismétlődik. Ha látható, megnézitek, itt mindig 2 darab láncem van, két oldalt, 7 darab egyrehajtásos pálca, és a köztes rész pedig mindig úgy ugrik el, hogy ahol épp a hurok van, ez a 5-ös hurok, arra jön a következő minta. Ugrik, 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 ugrik. És ezt a sort, hogy ez egy hosszú-hosszú-hosszú terítő legyen, ezt ti nektek kell eldönteni, hogy milyen hosszúra szeretnétek pontosan csinálni. Én összesen 20 sort fogok ebből készíteni, és hogyha megoldjuk a 20 sorral, egy sor az úgy számít, hogy egy ilyen minta. Ez egy sor, így számolom. 1, 2, majd ide jön a harmadik, negyedik, ötödik, és a többi. Összesen 20 sort fogok ebből elkészíteni, és hogyha megoldjuk a 20 sorral, akkor jövök a perem résszel, hogy hogyan kell ezt a végét befejezni. Elkészültem a 21 sorra, lényegében 21 sor lett a vége. Ezt méghozzá úgy számoljuk le, hogy innen lentről indulunk. Minden ilyen négyzet egy sornak számít. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 és 21. Most pedig jöjjön a keretnek az alsó része, amit ugyanúgy kell elkészítenünk, mint ahogy a kezdeti pontot. Emelek felfelé 3 darab láncemet, majd fordulok egyet, és ugyanúgy a 7 darab egyrehajtásos pálcát el fogom ide készíteni. Ugye rögtön a második szembe kezdek. És ahogy a kezdeti pontnál kezdtük, 2 darab láncszemet emelek felfelé, és lehurkolom ide az első szembe. Így. És innentől kezdve ugyanaz lesz, 2 darab láncszem, 2-t alul kihagyunk, egy rájtásos pálcával lehurkolok. 2 darab láncszem. Kettő láncemet alul kihagyok, és a harmadikba lehurkolom. Így. Kettő láncem megint. Kettőt kihagyok alul, a harmadikba pedig lehurkolom. Megint 2 darab láncem. A közepét megkeresem, és lehurkolom. És így haladok egészen idáig, és innen pedig elkészítem még a 7 darab egyrehajtásos pálcát. Ezt így elkészítem, és utána jövök vissza. Jó, elkészültem ezzel a teljes sorral, és ezzel keretet kapott ez a kis terítő, és most pedig el fogjuk készíteni ugyanezt a sort
ugyanide fölőre. Ez pedig annyiból fog állni, hogy készítek felfelé 3 darab láncemet, és lényegében az egész soron végigmegyek egyrehajtásos pálcákkal. A lukba 2, a köztes részbe 1, a lukba 2, a köztes részbe 1. Sima egyrehajtásos pálcákat fogok készíteni mindenhova. És miután ezzel meg vagyok, elvágom a végén, itt, idáig megyek az egyrehajtásosokkal, ugyanezt el kell készítenem az alján is. Ezt nem fogom nektek megmutatni, nagyon egyszerű, ráhúlkolom ide a fonalat, egyrehajt, 3 darab láncemet emelek felfelé, majd egyrehajtásos pálcákkal végig haladok egészen az utolsó sorig. Ezt elkészítem, és utána jövök vissza. Az első sorban végéhez értem az egyrehajtásos pálcáknak, és mivel ez a rész és ez a rész nem egységes vastagságú, ezért készíteni fogok még egy sor egyrehajtásos pálcát. Most itt megfordulok, és úgy szintén folytatom a soromat még egy teljes sor egyrehajtásos pálcával. Végére érek a sornak, és utána jövök vissza. Elkészültem a második sorra, és most pedig elvágom a fonalat, és ugyanezt a folyamatot elkészítem ide az aljára is. Ezt most nem mutatom, ezt már gondolom mindenki tudja. Belehurkolom ide a fonalat, készítek felfelé 3 darab láncemet, majd egyrehajtásos pálcákkal haladok végig a sor végéig, majd miután itt kész vagyok, megint emelek felfelé 3 darab láncemet, és úgy szintén visszafelé horgolok egészen a sor végéig egyrehajtásos pálcákkal. Ezt elkészítem, és utána jövök vissza. Befejeztem mindkét oldalon a sort, és most pedig fordulásnál be fogok jönni a harmadik láncemig. Mindjárt elmondom, hogy miért. Itt is ugye, mint mondtam, a mágikus hetes. De bejöttem 1, 2, és itt vagyok a harmadik láncemnél. És teszek felfelé 5 darab láncemet, 2, 3, 4, 5. Majd megyek oldalra, úgyhogy a hetedik láncembe jöjjek. Innen indulok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Azért kell bejönnöm a harmadik láncemig, mert itt innentől idáig fogom összekapcsolni. Ez lesz, minden saroknál lesz egy ilyen sarok-hurok pont, és nem indulhattam innen, kicsit arrébbról kellett indulnom. És most megyek tovább. 5 darab láncem, 4, 5, és megint innen indulva 1, 2, 3, 4, 5, 6, és a 7-es. Mindig az a pontunk, ahol már voltunk, az lesz az alap, és onnan 5 darab láncem, és a 7-edikbe hurkolom le. Ez így fog majd nekünk felemelkedni. Megint 5 láncem, 2, 3, így 5, és a 7-edikbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Így megyek körbe, egészen a túloldalig, amikor itt fordulok, és itt természetesen adott, hogy egy egyrehajtásos pálca magasítás, az lesz, nem várjunk csak, hogy is, innen átjövök ide, ide, ez lesz az első pontom, amikor az egyrehajtásos pálcánál, és kihagyok 2 egymás melletti részt, és innen áthurkolok ide. Majd megint kihagyok 2 egymás melletti részt, áthurkolok ide. 2 egyrehajtásost, áthurkolok ide. 2 egyrehajtásost, mindig 2 darab, 2 sor egyrehajtásost fogok kihagyni, és innen áthurkolok ide. Megint 2-t, áthurkolok ide. És így haladok teljesen körbe, amíg vissza nem érek a kezdeti pont sarkáig. 5 darab láncem, a 7-edik belehurkol, ezen a felső részen, az alsó részen úgy szintén,
és körbe pedig az oldalaknál egy ilyen szakaszt jelent, kettő darab egyrájtásos pálca sor jelent egy szakaszt. Ezt megcsinálom, és jövök vissza. Miután elkészültem az összes hurokkal, egészen ideig befejezőleg, utána elkezdünk ilyeneket csinálni. Minden egyes hurokba, itt fogjuk kezdeni rögtön az elején, egy ráhajtásos pálcát fogok készíteni. Elkészítek 5 darab egyrehajtásos pálcát, teszek egy pikót a tetejére, 5 darab egyrehajtásos pálcát. A kettő közt teszek egy hurkot. Mutatom, hogy hogyan, jó? Most itt elkészült nekem egy ilyen teljes, és a kettő közti részbe ide sima, rövid pálcával lehurkolom. Majd megyek tovább. Megint jön 5 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3, 4, 5, egy pikó felfelé. A pikó az 3 darab láncemből áll, amit visszahurkolok ide. Így. És megint jön 5 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3, 4, 5. És úgy szintén lehurkolom ide. Megyek tovább, megint jön 5 darab egyrehajtásos pálca. Három láncem fölfelé, ez a pikó, és megint jön 5 darab egyrehajtásos pálca. Egészen a végéig így haladok. És szeretném megmutatni, hogy a sarokpontnál ott hogy készítjük el. Ugyanis a sarokpontnál, amikor elérek ide, akkor jön egy lehurkolás, és utána jön ide egy ilyen, rögtön egy ilyen minta. És itt nincs több hurok, hanem rögtön csak a sarokpont jön. Ezért itt a sarokpontnál ide leteszem, ami máskor ugye egy teljes hurok lenne, ezt most ide leteszem, majd elkészítem a sarokponthoz úgy szintén az 2x5-ös egyrehajtásos pálcát, és ez azért jön ki így jól, mert hogyha itt lenne most egy hurok, akkor ez elcsúszna ide le. De mivel nincsen, ezért rögtön ide és ide a két sarkába tudom csinálni, ezért gyönyörű szépen kialakul, hogy a sarka követi a mintát. És mivel van egy pikónk, ezért a mintánk úgy szintén tud olyan formájú lenni, mint maga a terítő. Itt a túloldalon ugyanúgy megyek tovább, ahogy a többinél. Sima 5, majd lehurkol, sima 5, lehurkol, és itt úgy szintén ugyanez a menet, eljövök ideig, itt ugye nincs megint plusz hurok, hanem ide lehurkolom a sarokpont első pontjába, ahol van ez a hurok, annak az alsó részébe, majd kialakítom a saroknál megint ezt a sarokpontot, és megyek tovább a következőhöz, és a végén a legutolsóhoz ugyanígy. És miután ez az összes megvan, ki lehet mosni a terítőt, vagy akár minek is használjátok, akár egy tálca alátétnek, vagy bárminek, ki lehet mosni, és utána úgy szárítani, de ha jó fonalból csináljátok, akkor igazából magától beáll, úgy szárítani, hogy egy picikét ki lehet húzogatni a széleit, így, ha kicsit kihúzogatjátok a széleit, akkor teljesen szépen kisimul, és utána felveszi ezt a formát. De igazából nem is muszáj kimosni, mert én nekem ez most így teljesen friss állapotú, és így néz ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt konkrétan nem kell kimosni. Ez lett volna a mai mintánk, egy kis keresztszemes
nem is tudom, minek mondjam ezt, ilyen kis, olyan, mintha egy V alak lenne a közepében. Hogyha tetszett, és úgy gondolod, hogy szívesen elkészítenéd, akkor annak nagyon örülök. Ez egy kérés volt, remélem sikerül teljesítenem a kérést, és sikerül elkészíteni a hölgynek. És jönnek a további kérések, és hogyha van kérésed, nyugodtan írd meg a YouTube-on kommentben. Azért mondom, hogy a YouTube-on, mert sokan a Facebookon írják meg a poszt alá, ahol meg szoktam osztani, csak az sajnos letekeredik. Viszont a YouTube-on ott nekem mindig megmarad a videó alatt azt, hogyha valaki kér tőlem bármit, és akkor azt én tudom követni. Szóval kérlek, hogyha van valami, amit szeretnél, hogy elkészítsek, akkor nyugodtan írd oda meg, és akkor én ezt utána megpróbálom beütemezni és elkészíteni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép alkotást kívánok nektek, és örülök, hogyha bekövettek, vagy ha lájkoljátok a videót, vagy ha megosztjátok, hogy máshoz is eljusson. Köszönöm szépen, további szép napot, sziasztok!